Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. És akkor kezdjük a semester 3-assal, ugyebár lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, illetve néha osztatok meg egy-egy videót is. Aki még újonnan ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptora befektetőknek, bitcoin hírek kereskedőknek, kriptofólió hungry. És akkor nézzük is. Mai bevezetőnek csak érdekességnek, hogy kerestem, de nem találtam ezt az Iron Forge-ot sehol, a Billions-ba, ugyebár a Milliárdok nyomába című sorozatára a 6. évadnak lett most vége. Annak az utolsó részeiben van, hogy Prince-ék ilyen Iron Forge fizikai pénztárcákra tették a 3 billió dollárt. És akkor utána meg, hogy letörölték, elrontották, direkt próbálta a kormány feltörni nekik, tízszer lehetett próbálkozni, elrontották a tízszer a jelszót, aztán lezárt minden. Tehát én ezt nem tudom hova tenni, ilyen nem létezik, hogy hát akkor a fizikai pénztárca, akkor az már nem működik, az oké, de nem hiszem, hogy zárolja a kriptót, hát hol a jó Istenbe lehet már ilyen, és ilyet az interneten nem is találtam, ilyen fizikai pénztárcát, aminek az lenne a neve, hogy Iron Forge. Mert hogy valami kitalálték, úgyhogy én arra számítok, hogy visszajön a 7. évad, aztán jön az okosság, hogy oké, hogy a fizikai pénztárcát zárolták, de hát akkor egy másik fizikai pénztárcát ugyanúgy a seed phrase-zel, a 12 vagy 24 szóval, azt beindítanak ugyanazzal, és akkor ugyanott lesz akkor a másikon. Lesz a kriptójuk, tehát most is ugyanez, ha a ledgerje valakinek elromlik, vesz egy másikat, beírja ugyanazokat a jelszavakat bele, és akkor ugyanúgy minden ugyanott lesz neki a másik ledger, mint ami az előző volt, ami elromlott. Úgyhogy ezt nem tudtam hol tenni itt a Millionsnak a végén. Na jó, csapjunk a lecsóba, a világgazdasági és kriptohírek azt mondja, hogy hol vagyok, itt vagyok, igen, Euronews. Egyszer kiderültek az orosz hadsereg fő céljai a háború második szakaszára. A háború második szakaszára bejelentett céljaikat. Donbász teljes ellenőrzése, szárazföldi kapcsolat teremtése Oroszország és a Krím-félsziget között, Dél-Ukrajna teljes ellenőrzés alávonása és szárazföldi kapcsolat teremtése a Dnyeszter-menti köztársasággal, ahol Moszkva szerint elnyomják az orosz ajkú lakosságot. Jó, úgyhogy ezek a tervek Putyin részéről továbbiakra. Azt mondja, hogy az első riói karnevál a világjárvány óta most tartották az elsőt, úgyhogy ez is haladva, ennek azért szép dolgok, élnek még mással is emberek, nem csak itt ez a régióval most a háborúzgat Putyin, illetve cseresznye virágzás Japánba, az is beindult. Ú, de erről inkább mutatok egy fél perceset a Dolzból, mert ott van igazán szép, azt a filmet meg mindenkinek ajánlom. Ez a fő 3-4 legkedvencebb filmem közt van kb. Az önfeláldozó szerelemről. Érdekes egy sztori, hát nem tudom, vagy 100 mondat, ha van az egész filmben, de nagyon szép, meg nagyon érdekes, meg jó, kicsit már erős és kicsit beteg is, hogy mekkora szerelmek vannak itt. Na de a cseresznye virágzást nézzük meg az elején. Hát meg kis felbontás, ez még régi 2000-es sztori. Úgyhogy szép is a cseresznyefa virágzás, az egyszer biztos. Na és akkor tovább, új szabályok jönnek a digitális piacon. A jogalkotó szerint a Twitternek, a Facebooknak és a YouTube-nak moderálnia kell a hozzájuk feltöltött tartalmakat, ez az e-kereskedelemre és a félrevezető információkra is vonatkozik. Úgyhogy ez mindenképp jó hír, ezt akarja, hogy egyik nagy hír lesz a mai nap folyamán. Elon is, hogyha a Twittert eladják neki, akkor miket akar? Ő is itt a csaló robotokat, meg ilyesmiket, azt ki akarja szűrni a Twitterről, mert rengeteg csalás megy itt a digitális felületeken jobbra-balra. Viszont hát ez majd egyszer, majd 2024-ben lesz talán. A törvény az elfogadást követően legkésőbb 2024. január 1-én lép hatályba. De a legkésőbb akkor, hát, úgyhogy 23, még egy évig kb. Nem sok semmi lesz ebből sem, hogy lehet ilyen lassan törvényeket hozni.
Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy világgazdasági hírek a CNBC-ről. A Covid volt az egyik vezető, és az egyik vezető halálozási ok múlt évben az USA-ba. Csak a... Hú, na, hogy hívják már? Heart disease, szívmegállás, és a rák ölt meg több embert, mint a Covid. Nézzük tovább, Jack Dorsey-nak az új titulusa, az új címe, az Blockhead, blokkfejű. Úgyhogy ez így, bár nevezgetik át, úgyse tőzsde hivatalára is benyújtotta, hogy most már neki ez lesz a titulusa, a rangja. Ugyanúgy, ahogy Elon Musk lett, ahol van neki, ő a Technoking, Tesla technokirálya lett Elon Musk, meg volt náluk is másik ember, ő is felvett valamilyen címet. Ja, jó, ez csak apró érdekesség. Tovább, Kramer azt mondja, jövő hétre megelőzően a hagyományos tőzsdőpiacokkal kapcsolatban, hogy a technológiai óriás cégek fogják lejelenteni a nyereségüket, és szerinte valószínű vissza fog pattanni a piac, meg fog megint indulni jövő héten. Hát az lenne a legjobb, de ugyebár nem szabad 100%-nak venni azt sem, amit ő mond, meglátjuk. Ami jelenleg nagyon jó hír, hogy jobban tartotta este 6-tól este 10-ig a hagyományos tőzsde még szakadt, a bitcoin meg nem. Az megállt egy helyben, még kicsit felfelé is ment. Azt mondja, hogy a kongresszus tagjai... Hát itt igen, kriptobányászatot mondják, hogy jaj, vizsgálják már felül, mert még mindig vannak, akik félnek, de hát itt kriptobányászatról, hát itt van, hogy mennyit fogyaszt a bitcoin. Azt mondja, hogy egyszer itt a negyedik, ötödik szlájdal, ja. Ennyit ez a vékony csík a világ összes energiafogyasztásából, ez a vékony zöld csík, azt mind a bitcoin hálózata fogyasztja, a többit meg minden más. Úgyhogy semmi energiát kb. Vagy minimálisat, nem semmit, de minimálisat ahhoz képest, hogy aggódni kéne. És akkor tovább, ez az ingatlan befektető a kriptobányászatból 110 000 dollárt gyűjt be minden egyes hónapba, és akkor itt van mondja emberünk, Eng Tang, azt mondja, hogy igen, ő szeret pénzt csinálni, és akkor itt mondjuk a GM-nek, a General Motorsnak a volt gyárépületébe most ide fognak bitcoin gépeket bepattintani szépen, és itt is vannak mindenfelé, hogy szerelgetik fel a bitcoin bányász gépeket. Oké, okay. Ja, már elértünk a kriptoszektorba, és akkor a Golden State Warriors-nak mik a terve, hogy hogy válnak többé egy átlagos kosárlabda csapatnál. És akkor itt is írják benne, hogy hát rá is keresik a kriptóra, a harmadik volt talán az alján. Na igen, az FTX-el, ugyebár FTX kriptotőzsdével összeálltak ők is, és a csapat, kosárlabda csapat már több mint 2 millió dollárért értékesített NFT-ket. Oké, és 10 millió dolláros világszintű szponzorálási programot is kötöttek az FTX-el. Jó. És akkor azt mondja, hogy hírek terén mik jöttek a CNBC-n videóba tegnap óta. Hát igen, egyszer, hogy itt vannak a kriptók, mindenki mondja jobbra-balra. Ennek a lényege, ezt is megnéztem, mert most nem volt Béla, úgyhogy közben ezeket nézegettem, meg az Euronews-os híreket. Úgyhogy a lényege itt is az volt, hogy mondják, hogy kezdje el használni az ember, kezdje el használni. Én is azt mondom, hogy 10 000 forintot mindenki töltsön fel valahova, utalját, ide-oda nézegesse, tesztelgesse, hogy kell várni, mire átér, hogy tudja követni közben, utána nyugodtság, mikor átér, hogy működik az egész rendszer. Érdemes elkezdeni tanulni, mert úgyis ez lesz a jövő. Azt mondja, hogy igen, itt a kriptókkal kapcsolatos tőzsdei részvényeket említik, hogy eltér az ár mozgásuk a hagyományos kriptóktól. És akkor itt felhozták a bányász cégeket, meg a Coinbase-t, meg ilyesmit. Hát itt a felső az már részlet kérdése a Twitterre, hogy tervezik az USDC-be a kifizetéseket, meg ilyesmi, meg az Ethereum-nak hogy nőhet az ára. Na de itt, hogy mik váltak el, ezt tudom is itt mutatni az árdiagram elemzésbe, csak itt érdekességnek, ugye itt vannak nekem fölött a hagyományos tőzsdén a kriptobányász cégek, illetve a kriptoszolgáltató cégek, és akkor máshogy mozog az áruk, nem úgy teljesen, mint a kriptopiacnak, meg a bitcoinnak. Erről volt szó. Jó, nézzük tovább, mai nap hírei, a fő hír az ez lesz. Jó. Jaj, tegyen össze kell húzni magam mindig. Nem férek bele a képbe.
Jó, ez már csak elég lesz, és akkor röviden, tömören a szaudi kormány kripto tervei, profik felvétele és egyetemi oktatás. Azt mondja, hogy kormányzati szinten, igen, vizsgálgatják, hogy hogy tudnák bevezetni a blokklánc technológiát, a szaudi királyság, hát ugyanez, igen, hogy hogy tudnák bevezetni, ha bár mondják, hogy csak akkor lehetnek sikeresek benne, és jó, akkor tudnak jó blokklánc alapú megoldásokat építeni, hogyha a legprofibbakat veszik fel. És igen, a tehetséges embereket kell felvenniük, mondja a kormány, és Szaúd-Arábia azt fontolgatja, hogy akcióba lép a kriptók használata tekintetében a királyságban, és a blokkláncok elterjesztését illetően is. A királyság a Web3 alapú technológiákat is vizsgálgatja, hogy hogy lehet ezeket használni. Huha! Bandar bin Abdullah al-Mishari herceg, a technológiai miniszter azt mondja, hogy sok meetinget, megbeszélést tartottunk már, webinárokat, ahol a kormányzati szintű blokklánc bevezetésről egyeztettünk, de a véleményem szerint ezeket csak nem lehet jól megépíteni a blokkláncokkal, nem fogjuk tudni jól megépíteni, ha csak nem veszünk fel olyan tehetséges fejlesztőket, akik már használják most is a blokkláncokat, a Web3-at és a kriptókat, kriptovalutákat. Al-Mishari emellett azt javasolta, hogy a királyságnak nem csak, hogy blokklánc szakértőket kell felvennie, de kötelező jelleggel tananyaggá kell tenni az egyetemeken is a blokkláncot és a Web3 technológiákat. Miközben a szaudi kormány múlt évben úgy döntött a kriptók használatával, a kriptovaluták használatával kapcsolatban. Ja, hogy a szaudi kormánynak még döntést kell hozni a kriptovaluták használatával kapcsolatban, még itt nem született végleges döntés, csak a tervek mennek. A jelenlegi közvélemény kutatás abból az adódott, hogy több mint a fele az ország lakóinak úgy hiszi, hogy a kriptókat fizetésre már most is lehetne használni. És ennek az oka az az, hogy könnyű velük határok közt utalni, meg hogy olcsó, ugyebár nem szednek le 5-10%-ot határok közti utalásokért, mint a hagyományos bankok. Külföldön dolgozóknak ideális. Oké, nézzük tovább. Elon Musk nyilvánosságra hozza a terveit, hogy ő mit tervez a Twitterrel, hogyha, hát ezt is inkább sárgával jelenem, ha sikerül megvennie, ha eladják neki a Twittert, az még egyelőre nem fix, és azt mondja, hogy a kriptocsaló robotokat az ki fogja szűrni, azt mindenképp meg akarja szüntetni, garantálni akarja a szólásszabadságot, igen, módosítani is lehessen a tweeteken, azt is bele akarja építeni, és le akarja egyszerűsíteni a fiók jóváhagyási folyamatot, és a valódi problémák megoldására fog koncentrálni, plusz még nyílt forráskódúvá is akarja tenni a Twitternek az algoritmusát. És csütörtökön kiírta a Twitterre, hogy ha sikerül megvennünk a Twittert, akkor a csaló robotokkal, ha belehalunk is, küzdeni fogunk a csaló robotokkal, és próbáljuk kiirtani őket a Twitterről, és hozzátette, hogy emellett pedig minden valódi embert, igazi embert jóvá fognak hagyni. Ugye már ez is nagy szó a mai világban, hogy valódi ember, mert ugye már olyan robotokat írnak jobbra-balra fent az interneten, hogy nem is tudja az ember, hogy kinek a milyen kommentjét olvassa, mert lehet, hogy csak egy robottal írattattatják az egészet. Oké, és akkor még a Dogecoint, ugye már azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy azzal is lehet majd a Twitteren fizetni, ha meg tudja enni. Tovább, kripto cégek megkértek 27 európai pénzügyminisztert megkérték, hogy enyhítsenek már a követelményeken a kripto cégekkel kapcsolatban. Példának azt hozták fel, hogy a DeFi decentralizált pénzügyi projekteknek kert, hogyha valaki ilyeneket ad ki, akkor ne kelljen már jogi szervként, vagy jogi entitásként, cégként, vagy személyként regisztrálni őket,
Hát ez azért annyira nem tetszik nekem, hát amikor 100 milliókkal, meg 1000 millió dollárokkal mozognak itt a DeFi térbe, akkor azért csak legyen már jogilag hivatalosan legalizálva az egész. Azt mondja, hogy hivatalos céget kell már létrehozniuk, és azt mondják, mert a másik nagy aggájuk meg, hogyha minden egyes tranzakcióról mindent le kell jelenteniük, akkor minden kriptotulajdonos rizikóba kerül, mert van, akik nem akarják befotózni a személyüket, meg a lakcímet megadni, meg tatratara, és ez csökkenti a kriptotartóknak a privátságát és a biztonságát, és még van itt Jean-Marie Monetti, a Konser vezérigazgatója, aki azt mondja, hogy megjegyezte, hogy az európai kriptoszabályok jelenleg sokkal összetettebbek, mint a világ másik részein lévő kriptoszabályok, és hangsúlyozza, hogy ezek a kemény szabályozások eltántorítják az üzleteket attól, hogy Európa irányába terjeszkedjenek a kriptoüzletek, úgyhogy ez nem túl jó. Tovább, jó, Mexikó bankja majd digitális pezót majd talán majd 3 év múlva esetleg majd ki fogják tudni hozni. Jó, parasztvakítás, tovább. A Bicó, úgy Bicó, hogy TS-sel Bitso, Bicó azt mondja, hogy a szén-dioxid kibocsátását, ami a Bitcoin, meg Ethereum, meg ERC20-as tokenek kereskedéséből származik, meg még a Tetherből, Chainlinkből, Shiba Inuból, ezeket mind le akarják csökkenteni, vagy ellensúlyozni akarják, mert az a céljuk, hogy a klímavédelem tekintetében fenntartható legyen a növekedés a régióban, nem akarnak sok szenet meg ilyesmit kibocsátani. Az a lényeg, hogy április 22-én tegnap a Bicó bejelentette, hogy társultak, a Moss Earth-el, ez a Moss Earth egy carbon offset platform, azt mondja, hogy hát igen, széndioxid kibocsátást ellensúlyozó cég végül is felület, itt van a Moss-nak a honlapja, a széndioxid láb lenyomatot próbálják csökkenteni, és akkor hát jó, itt nem fogok ebben most itt beletekergetni, lentebb írják itt részletesebben, hogy miket is csinálnak első körbe. Mondják, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bejelenthetjük, hogy a mai nappal az ügyfeleink bitcoinos és ERC20-as token tranzakciói a Bicó nem lesznek hatással a környezetre. Hova tovább segíteni fogunk megőrizni az amazonaszi esőerdőket is. Úgyhogy ilyenekkel foglalkozik ez a Moss Earth nevű cég. Megőrzik az esőerdőket, az ugyebár kivonja a széndioxidot a légkörből, és így tovább, karbonkreditek meg minden egyéb, és Louis Felipe Adem, vagy Louis, a francia tudja, milyen nemzetiségű, ennek a MOSZ cégnek, a széndioxid láb lenyomatosan azon az esőerdő megőrzős cégnek a vezérigazgatója, azt mondja, hogy büszkék vagyunk rá, hogy társultunk a Bicóval, egy fontos vezetővel a digitális valuta térben. Ja, mert a Bicó az egyébként a Dél-Amerikában megy nagyon. Oké, és mondják még, hogy reméljük, hogy más projektek a kriptotérben ők is követni fogják ezt az utat, és ők is lecsökkentik a szélláb lenyomatukat. Jó, a Bicó egy igen mexikói kriptotős, de egyébként ezt elfelejtettem kijelölni itt az elején. Jó, és akkor tovább. Kadéna, na már ide is elért, hát vagy 3 nap késés volt benne, mire a news.bitcoin.com-ra megérkezett, csodálkoztam is, hogy itt még nem hozták. Hogy a Kadéna, ugye bár 300 millió dollár, vagy mi, de hogy is, na össze-vissza beszélek, a Web3-it megkavart szem előtt. A Kadéna 100 millió dolláros támogató alapot hozott létre, a Web3-as fejlesztések támogatására, azt mondja, hogy ide akarják csábítani a Kadéna ökoszisztémájára a fejlesztőket. Stuart Popejoy, a Kadéna társalapítója megjegyezte, hogy igen, támogatjuk az építőket, hogy az alkotókat, hogy új projekteknek legyenek az úttörői, amik átalakítják az egész világot, és be is tartjuk, amit ígértünk, aktívan és felelősség teljesen fektetünk be a kincstárunkból,
abba, hogy garantáljuk a hosszú távú fenntarthatóságát az ökoszisztémánknak. És a csapat most mindenféle javaslatokat lehet küldeni nekik, hogy ugyebár itt a cégeknek, hogy kik akarnak támogatást kérni, hogy írják le, hogy akkor milyen témával foglalkoznak, mióta kriptóznak, tatatatara, mennyi tapasztalatuk van, és a játékszektorba, metaverzumokba, NFT-kbe, Web3-ba, DeFi-ba és DAO-kba, ezeken a területeken várják a jelentkezéseket. Habár igen, el kell fogadniuk, amit a Karinánál támasztanak követelményeket, akik támogatást kapnak majd, és hozzá kell járulniuk az ökoszisztémához, ahol azzal, hogy olyan anyagokat állítanak elő, amik tanítják majd a többieket és az egész közösséget, hogy hogy lehet programozni a Karinán. Úgyhogy csináljanak tananyagokat is. Úgyhogy ez tök jó tudsz. Jó. Nézzük tovább. A Fidelity elindított egy több szintes oktatóközpontot a metaverzumban. A Fidelity ugyebár a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője. 11 trillió dollárnyi vagyon van náluk, akkora, mint a BlackRock. Azt mondja, hogy a Fidelity belépett a metaverzumokba, és akkor csütörtökön bejelentették, a nagy megnyitó volt, hogy a Fidelity Stack, The Fidelity Stack, ez a neve a metaverzumokban ennek a helynek, és ez a broker cég úgy írta le ezt, mint az első metaverzum, aminek az a célja, hogy új módját teremtse meg a befektetési alapok megtanulásának, hogy tanítani fognak rajta. Ez egy 8 emeletes épület a metaverzumban, és egy teljes szint az arra van kijelölve, hogy információt nyújtson a Fidelity Metaverse ETF-fel kapcsolatban, és még ilyen saját ETF-ük is lesz. Jó, várjuk már, hát meg sem néztem a CoinMarketCap-en, hogy FETM, nem hiszem, hogy fent lenne, de azért egy ennyit megér, hogy bejussem. FET, hát még nincs. Ja, FMET, hát akkor meg, na jó, hülyén írtam még egyszer. Gyerünk, FMET. Hát ez nem az, ez nagyon nem az, nincs ilyen még, jó. Még csak a terv, mert hogy egy új ETF-et akarnak létrehozni, metaverzumos összetevők egy ETF-et. Ugye már ETF-el azzal senki nem vesz kriptót, meg semmit, azzal csak egy azért fogadás, hogy hogy megy az ár, csak arra tud fogadni ETF vásárlással. És a Fidelity Stack-et a Decentralennek a manáján építették fel. Itt a több szinten van előtér, vagy hal, táncparkett, égi kert a tető legtetején, ezt jól megfogalmaztam, de mindegy, és oda is lehet sétálni a különböző szintekre, de teleportálni is lehet, és februárban jelentette be a JP Morgan is, hogy ők is a manán, ők is a Decentralenden vettek telket, és ők is ott hoztak létre egy digitális banki részleget. Azt mondja, hogy tovább kiutások szerint az USA kripto befektetőinek a 25%-ának már vagy van földje a metaverzumban, vagy tervez venni földet a metaverzumban, vagy akár még bérelni is. Ezzel azért csak óvatosan szerintem egyelőre lesz itt 28 ezer milliárd metaverzum, aztán nem mindegy, meg kell várni, hogy melyikek lesznek a komolyabbak. Na jó, mindegy, mindenki döntse el magának, én még kicsit tartózkodok azért a metaverzumoktól. Tehát olyan tokeneket, amik reépítik a metaverzumokat, az a Sandbox, Mana, meg ilyesmi, meg az ApeCoin is tervez a metaverzumot építeni, azok okésak. Okésnak tűnnek, de hogy egy konkrétan földet vegyek még valamelyiken, attól azért távol állok. Azt mondják, hogy általánosságban egy 1700 dollárt terveznek költeni a metaverzumba, vagy annyit terveznek ráfordítani, aki be akar a metaverzumba a földvásárlásba fektetni, az mondjuk 3600 ezer forint, vagy ilyesmit. És akkor ezt megpróbálják itt összehasonlítani, hogy ez 700 dollárral több egy átlagos, egyszobás lakásnak egy garzon bérleti díjánál az USA-ba. De hát ez rohadtul nem lehet a kettőt összehasonlítani. Hát ez, hogy most be akarnak fektetni 600 ezer forintot abba, hogy vegyenek, és akkor majd évekig, meg stb. Majd legyen nekik itt valamiuk a metaverzumba. Az egy havi való világbeli albérletdíjjal, azért az nem ugyanaz a kettő. Na mindegy, úgyhogy ezek vannak. Nézzük tovább.
Apecoin, miközben az Apecoin új magaslatokra törnő, az ára szépen ugye már utóbbi időben, az adatok azt mutatják, hogy a 100 Apecoin tartónál, 100 pénztárcánál, nál van az 52%-a az összes Apecoinnak, az ugyebár nem túl jó hír. Itt viszonyítási alapnak, a Bitcoinnak, a így a top 100 pénztárcán a 10%-a van, ha jól előszik úgy Jasper KB, 11 vagy valami ilyesmi. Az még úgy egész jó, nincs olyan nagy bálna koncentráció. Viszont ezzel ellentétben a Shiba Inu-nál ott meg kb. A 10 legnagyobb vagy 20 legnagyobb pénztárcán van a 60%-a az összes Shiba Inu-nak. Úgyhogy az már ott még sokkal rizikósabb. De az Apecoin-nál ez egy ilyen köztes verzió, ez se túl jó, hogy azért 100 embernél van az 52%-a az egésznek. Egész nagy a koncentrációja a bálnáknak az Apecoinon. Jelenleg 48.570 embernek van Apecoinja, az még nem is olyan nagy szám. De miközben megmondják, hogy miközben ugyebár így elkezdett nőni szépen, mikor itt pirosodtunk az utóbbi napokban, az Apecoin még akkor is növegetett, meg zöldbe volt, meg minden. Mivel így nő az ára, ezért a hashtag Apecoin az egyre inkább trendi a Twitteren a hétvégén. Most nagyon megy a hashtag Apecoin a Twitteren, azt írják. Azért is növekszik az ára. Nézzük tovább. A Metaversum felhasználói, igen, mondták, hogy gondok vannak a pénztárcával, volt valami nagyobb kihagyás. Itt az Infurán az biztosítja a Metaversumnak a dolgait, de most már mondják, hogy jelenleg már minden működik újra ismét, úgyhogy volt valami kisebb leállás a MetaMasknál. Tovább még 6 tagját kapták el a Finico Crypto Piramis játéknak, letartóztatták őket Oroszországba. Ez volt, a Finico volt Oroszország legnagyobb pénzügyi piramis játéka az elmúlt évtizedekben. 2018 meg 21 közt működtették. És itt is a szokásos, azt hazudták az embereknek, a befektetőknek, hogy 3-5% kamatot kapnak egyetlen napra. Hát 5% egy hónapra jár, nem egy napra. Ugye már mindig azt mondom, hogy ami egy évre 50%-nál nagyobb, vagy ami egy hónapra 5%-nál nagyobb, az rögtön csalásgyanús. Nem, hogy egy napra 5% extra rögtön csalásgyanús. Itt le is húzták az embereket szépen éveken át. A valóságban a Finico sohasem regisztrált hivatalos cégként Oroszországba, és sohasem fektette be sehová a pénzeket, amit az ügyfeleitől behúzott egy idő után. Egyszerűen abba hagyták, már nem fizették ki a kamatokat a befektetőiknek, aztán azok ki se tudták venni a pénzüket róla, és több mint 1000 embert húztak le. A jelentés, Chainalysis Lizis blokkláncfia jelentése szerint több mint másfél billió dollár értékű bitcoin küldtek nekik itt az évek során. Aztán tavaly nyáron omlott össze itt a piramis játékuk. Jó, ennyi volt a hírekbe, akkor áttérek a piaci áttekintésre, találkozunk ott, addig is, sziasztok!